Jó estét, sziasztok! Az teljesen biztos, hogy az Euroliga döntőben az utolsó két büntetőnél nem izgultam ennyire, mint most. Tehát ez teljesen biztos. Nagyon, nagyon gyorsan elment ez a 25 év. Az utolsó pillanatig szerettem játszani, úgyhogy talán ezért is ennyire nehéz a búcsú. Amikor pécsi lányként annyi egymás elleni csata után először felvettem a zöld-sárga mezt, azt hiszem, hogy kevesen gondoltátok, hogy ma itt fogok állni előttetek. Én viszont hamar tudtam, hogy megtaláltam a helyem. Szeretném megköszönni a szurkolóknak, nektek, ennek a közösségnek, Sopronnak. Hogy befogadtatok. Köszönöm, hogy játékosként otthonra találhattam itt. Itt lett családom, itt lettem anyuka, úgyhogy hogy ez is egy életre ide köt ehhez a városhoz. Nagyon remélem, hogy az elmúlt több mint 10 évben ti is olyan életre szóló élményeket szereztetek, mint én. És köszönöm nektek, hogy végig szurkoltatok értem, és buzdítottatok mindig. Köszönöm. Hálás vagyok a klubnak és mindenkinek, akivel együtt dolgoztam ebben az időszakban, hogy ilyen magas szinten játszhattam, és ilyen sikereknek lehettem a részese. Az pedig, hogy csapatkapitányként a magasba emelhettem az Euroliga trófeát, biztosan a karrierem csúcspontja. Tudom, hogy kevés játékosnak adatik meg ilyen este, ilyen búcsú, mint ma nekem. Még nálam sokkal jobbaknak sem. És ezt is szeretném neked megköszönni, Zoli. És azt is, hogy egy olyan klubot építettél, aminek mindvégig büszkén viselhettem a mezét. De legjobban talán mégis azt, hogy ebben a több mint 10 évben együtt küzdhettünk az álmainkért és a céljainkért, aminek a nagy részét sikerült is elérnünk. Végül, de nem utolsó sorban, pedig szeretném megköszönni nektek, akik ma itt vagytok velem a pályán és fenn a fenti lelátón. Nélkületek nem lennék az a játékos, az az ember, aki ma vagyok.
mindent, nagyon köszönök, amit értem tettetek. Az aranyaknál és a trófeáknál talán csak az fontosabb, hogy ebben az elmúlt 25 évben veletek lehettem, és hogy most is itt vagytok ma, eljöttetek azért, hogy együtt ünnepeljünk. Köszönöm szépen még egyszer. Mostantól a háttérből, a pálya mellől fogom segíteni ezt a klubot. Ígérem, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy tovább építsük a közös sikereinket, és hogy küzdjünk az álmainkért. Köszönöm. Engedjük meg, hogy elsőként Sopron megyei Jugóváros polgármesterét, dr. Farkas Szilvián urat szólítsam, aki Sopronváros közössége nevében köszönti a pályafutásától visszavonult ikonunkat. Páder Mártont, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökét köszönjük tisztelettel. Barca Attila urat, Sopron és térsége országgyűlési képviselőjét. Dr. Csiszár Szabolcs, Sopron megyei Jugóváros alpolgármesterét, és köszöntjük Szalai Ferenc urat, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének korábbi elnökét. És természetesen korábbi edzőket, Zsejko Djokicot, Székely Norbertet. Péter László urat, velünk van Károly Andi, és nagyon sokan mások, Török Zoli, Molnár Balázs, Honti Kata. Bénes Tini, Cukorné Ulós Anna, Alexander Szrendakics, Horti Dóri, Kocsis Bogi, Drogvári Iván úr, Horti Dobri, és a család. Dénes Márk, Dénes Gábor, Gáspár Dávid, akivel együtt hódított el az Euróligát, és a csapat jelenlegi játékosai, Törönti Bibi,
Varga Alíz, Rivacsevics Diana, Sikó Zsuzsi, és Bruce Jelena. Kedves barátaink, tisztelt vendégeink, kedves szurkolók! Fegyvernek is Zsófi pályafutásával és példamutató hozzáállásával mindannyiunk szívébe véste magát. Most csatlakozik azokhoz a kivételes játékosokhoz, akiknek meze itt a sportcsarnok légterében is örökre velünk maradnak. Zsófi mezen emlékezted bennünket minden mérkőzésen vagy rendezvényen arra az elkötelezettségre, szenvedélyre és kitartásra, amit ő képvisel az ikonikus mezek sora, tehát most négyre bővül.